Egy a nyíregyháziak számára már jól ismert cég telephelye látható a háttérben a régi 4-es számú főút mellett található ipari parknál. Az eddig 127 hektáros területen több vállalat is tevékenykedik. A megyeszékhely önkormányzata ezt ezzel az újabb 423 hektáros területtel bővítette. A vásárláshoz, az átminősítéshez és a tereprendezéshez összesen 20 milliárd forint támogatást kapott a város. Szerdán Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere újabb bejelentést tett. Az önkormányzat újra jelentős támogatást nyert el, amivel hamarosan a közművek kiépítése is megkezdődik. Most a múlt heti kormánydöntéssel 22,7 milliárdot erre kaptunk, hogy a szükséges villanyáram kapacitás tervezése és kiépítése megvalósuljon. Ebből 7,6 milliárd közvetlenül az önkormányzathoz érkezik, az Opus Titászhoz, a Mavirhoz, az MVM-hez, tehát a villanyárammal foglalkozó nagy országos cégek tervezéséhez, fejlesztéshez, kivitelezéséhez a nagyobb rész. Ez nagyon-nagyon fontos, mert ma már egyáltalán nem lehet enélkül komoly befektetőkkel komolyan tárgyalni, komoly befektetésekről. Az önkormányzatnak nem csak gazdaságfejlesztési és befektetés ösztönzési céljai vannak az ipari park fejlesztésével. Jászai Menyhért Nyíregyháza alpolgármestere hangsúlyozta, azt szeretnék, hogy egyre több helyi fiatal lásson lehetőséget a szakképzésben, akiket aztán az ipari park vállalatainál foglalkoztatnak. Mint mondta, így jelentősen lassítható az elvándorlás, de a korábban elvándoroltak is visszatérhetnek a megyeszékhelyre. A gazdaságfejlesztés, az iparfejlesztés az eszköz. Arra eszköz, hogy Nyíregyházán emelkedjen az életszínvonal, emelkedjenek a bérek, legyenek újabb és minőségi munkahelyek, megtartsuk a fiatalokat, és hogyha van rá lehetőség, akkor vonzó alternatívát nyújtsunk arra, hogy aki már más helyen vállalt munkát, hazatérjen Nyíregyházára. Tehát mindenképpen ez az eszköz a kezünkben arra, hogy itt Nyíregyházán jobb életkörülményeket biztosítsunk és jobb életet teremtsünk. A sajtótájékoztatón elhangzott, a vállalatok körében egyre nagyobb az érdeklődés a megyeszékhely ipari parkja iránt. Az önkormányzat jelenleg két vállalattal is előre haladott tárgyalásokat folytat, ami nagyban meghatározhatja Nyíregyháza gazdasági és munkahelyteremtési jövőképét. Amennyiben a tárgyalások a közeljövőben eredményesen zárulnak, a városvezetés nyáron mutatja be a két befektetőt.